cím igényes három tenor. Ezt Tóth István, az egykori legendás igazgató láthatta és hallhatta volna, bizonyára hasonlóképpen jegyzi meg. A lenyugú vonap árnyékában, csillagfényes szinkron kavalkádban, smaragdzolt fű alatt, a várakozás és a beteljesülés igézetében a színvonal már csak ráadás. Egy olyan kis szórakoztató műsort csinálni a nézőknek, aminek van nagyon mély része is, és van olyan könnyed része, ami így a nyár estébe illik. Minden ajtótár van nyitva áll. Könnyed nyári esti szórakozást ígért Öreghegy, bár a három tenor címben volt némi játékos túlzás, lásd és hald, Pavarotti, Domingo és Carreras, azért csak-csak kiderült, a bukmékszáros szolnoki trió kiegészítve a horvát fivérekkel. Nem csak eredeti, de jó is. Nagyon nagy megtiszteltetés, hát, hogy engem és a testvéremet is felkérnek most nagyon sok rendezvényre. Az igazság, hogy én a Vörös Marti Színházban is dolgozom zenés darabokban, Buk Tibi barátommal már régóta barátok vagyunk, és nagyon sok helyen fel is lépünk így külön is így a színházon kívül. A kvintett egyedi hangzása barátságra hívott, mosolyt varázsolt az arcokra, és mintegy 200 örömet vihettek haza egyenként a könnyed, de egyáltalán nem könnyű zeneszerelmesei.